Vendégeim Berkesi Ottó önkormányzati képviselő és Ágó Rita, a Tömörkény István művelődési ház igazgatója. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Ahogy a díszletből is látszik, a Rózsa Fesztiválról fogunk beszélgetni, amelyre idén is már nagyon készülnek. Kezdjük csokrom, és minden jót kívánok a kedves nézőknek is. Igen, közeledik június vége, és újra megrendezzük az immáron 18. alkalommal sorra kerülő Rózsa ünnepet. Szeretnénk folytatni azt, amit tavaly elkezdtünk, hogy egy sok helyszínes és a egész napos programot biztosító rendezvény legyen a Rózsa ünnep. Ugyanúgy, mint tavaly lesz sorsolás, az idén a Forrás Hotel biztosított két éjszakás, két fő számára szóló fődíjat, illetve lesznek rózsa tövek is kisorsolva, és az őszi szállításra kerülnek. Mennyi vendéget várnak erre a rendezvényre? Sokat. Több ezeret. Tehát több ezer embert szokott megjelenni, különösen ugye a felvonulás az, ami a legtöbbet, ott ilyen 10 000-es nagyságrendben szoktak megjelenni, reméljük ez idén is lesznek, illetve hát a másik a rózsa földek látogatása, ami tavaly 27 buszt jelentett egy nap a Deszki Agri-Rose Kft. Földjeinek meglátogatásában. Bízunk benne, hogy most is legalább ennyien eljönnek. Lesz további két rózsaföld látogatható, az kisebb, oda már sajnos nem tudunk saját buszt szervizelni, de ezek olyan helyen vannak, ahol autóval javasoljuk elsősorban, hogy meglátogassák. Ez a Magyar Rózsák kertje lesz az egyik, a másik pedig a Újszent Iván mellett egy termelőnek a területe, amelyik látogatható. Ezek voltak a szakmai részek, de az átlag látogató számára milyen programokat kínálnak? Egész hétvégén várjuk a vendégeket. Péntek délután 4-kor nyitunk. Egy különleges, most már második alkalommal megrendezett nő rózsafutam, ami Szegeden tulajdonképpen egyedülálló autós felvonulás. És ezek a járművek nyilván rózsával is díszített járművek, akik bevonulnak majd a Széchenyi térre, és ott is invitáljuk a városlakókat. Nagy szeretettel várunk ki mindenkit Szőregre. Akkor péntek este is már, aznap délután a helyi kis közösségeink mutatkoznak be a színpadon, óvodások, iskolások, tehetséges fiatalok. Az esti órákban már kezdődnek a hangulatosabb történetek, utcabál, hungi diszkó várja kulturáltan szórakozni vágyókat. A művelődési ház kiállító termei ekkor délután már megnyílnak, 4 órakor látogatható minden termünk. Minden termünkben kiállítás lesz a földszinti nagyterembe. Az idei téma a 18. születésnap, tehát hogy nagykorúak lettünk. Ez adja a díszítést, a dekoráció alapját, és ehhez készülnek majd a csodálatos rózsakompozíciók. A földszinti tükörtermünkbe divattervezők fognak bemutatkozni, tehát olyan ruhaterveket láthatnak majd a vendégek a tablóinkon, amelyek a rózsához kötődnek. Természetesen a könyvtár sem maradhat ki a rendezvények sorából, hiszen a Somogyi Könyvtár fiókönyvtára itt nálunk működik. Ők Rózsák és címerek címmel rendeznek kiállítást nálunk. Emeleti termeinkben Kanalas István fafaragó szobrászművész alkotásai láthatók, a Napfény fotókör fotósai az 1999-ben született fiatalokról készítenek egy fotókiállítást, tehát egyidősek a rózsa ünneppel, ezek a fiatalok, őket mutatjuk be. De a Virágos Vasútért, Vasúttörténeti Alapítvány munkatársai is hoznak hozzánk gyönyörű fotókat, amik kis kézműves köreinkbe mutatkoznak, örömmel öltögető köre, szintén ilyen rózsás kézi munkákat, keresztszemes ímzéseket mutatnak be. Megújult idén a rózsaszobánk, ezzel majd a rózsahölgyekkel beszélgetünk még, ezzel kapcsolatban a rózsahölgyekkel beszélgetünk még. A faluházunkban, mert a művelődési háznak van egy telephelye, a faluház, Szerb utca 54 szám alatt, oda kerültek idén a rózsatő termesztés eszközei. Ez is egy látogatható helyszín lesz a vendégeknek, ugyanúgy egy ilyen pecsételős játék
keretében ez is egy fontos helyszín. A szerb templom is a szombati nap nyitva áll, várja az érdeklődő látogatókat. Nagyon különleges alkalom ez mindig, hogy ezt megtekinthetik a látogatók, sőt a helyiek is, mert nem mindenki jut be úgy az év többi napján. A katolikus templomba tervezünk egy gyönyörű mennyasszonyruha bemutatót. És itt is egy jótékonysági rózsacsokorárver is lesz a végén, ugyanúgy, ahogy a művelődési házban is majd a vasárnapi nap délután a kiállítás zárásaként megvásárolhatóak ezek a kompozíciók, és ezt majd a Kossuth Lajos általános iskola javára gyűjtjük. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de először nézzünk meg kertcsinálóként egy rövid összeállítást a tavalyi rózsaünnepről. A rózsa hazája Szőreg, ezt ma már Magyarországon szinte mindenki tudja. A szőregi rózsatő termesztése több mint 100 éves múltra tekint vissza, és az országban egyedülálló hagyományokkal rendelkezik. Apáról fiúra, anyáról lányra száll a hagyomány és a tudás, hogyan kell nevelni, gondozni a töveket, hogy azok valóban egyedülálló és kivételes minőséget képviseljenek. A településen a 19. század második fele óta foglalkoznak rózsával. Napjainkban már a Magyarországon termelt rózsatövek 90%-át itt nevelik, ezzel pedig hazánk egyetlen rózsatő termesztő tájkörzetének számít. Szőreg környékén évente mintegy 4,5-5 millió tő nevelkedik. Ezek nagy részét exportálják. Hogy milyen kivételes minőségű termékről van szó, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szőregi rózsa 2004-ben eredet megjelölési oltalmat kapott, 2012-ben pedig bekerült az Európai Unió oltalom alatt álló eredet megjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába. A szőregi rózsatő közösségi oltalom alatt álló kiemelt nemzeti érték, 2013 óta pedig a Magyar Értéktárban is szerepel. Az oltalom alatt álló rózsatövet azonban nem kizárólagosan Szőregen lehet csak termeszteni. Szeged Mihálytelek, Szeged Gyálarét, Deszk, Újszent Iván, Kübekháza, Tiszesziget és Algyő települések is a termőterületének számítanak. Persze ettől még az igazi hazája Szőreg, ahol a termesztők minden év júniusában háromnapos programsorozattal ünneplik Európa szerte híres virágaikat. Az első fesztivált 1999-ben rendezték meg. A program akkor még csak egynapos volt, a célja azonban már akkor is világosan látszott, megmutatni a virágok királynőjét és annak hazáját az érdeklődőknek. Az eltelt évek során aztán a falunapból országos és egyben határon átnyúló ismertségű rendezvényé fejlődött a szőregi rózsa ünnep. A fesztivál legismertebb, leglátványosabb és ezért legtöbb érdeklődött vonzó eleme a karneváli felvonulás. Ilyenkor több százezer rózsaszállal feldíszített ünnepi menet vonul végig Szőreg utcáin, melynek több ezres tömeg áll sorfalat az út mentén. Lovaskocsikat épp úgy feldíszítenek ilyenkor, mint kerékpárt, személyautót vagy kombányt, lényegében bárki benevezhet járművével, ha van elég kreativitása virággal borítani. Ez egyébként több napos munka még a legkiválóbb szakemberek számára is. A díszítésre használt virágokat termelők ajánlják fel, ahogyan azokat is, amelyeket szálonként vagy szirmonként a közönség közé dobálnak a felvonulók. Mivel Szőregen a rózsatő és nem a virág az, amelyet értékesítenek, soha nem jelent problémát, hogy elegendő virág álljon rendelkezésre ezen a napon. A felvonulást követően hajnalig tartó koncertek, színpadi programok, tűzijáték szórakoztatja a szőregi rózsa ünnep vendégeit. A Szőregi Rózsa Fesztivál azonban nem csak a szórakoztatásról szól. Komoly szakmai oldala is van a rendezvénynek, mellyel a rózsatermesztőket szólítják meg. A három nap alatt lehetőség nyílik betekinteni a rózsatermelők mindennapjaiba is. Az érdeklődők megismerhetik a Szőreg környéki rózsaföldeket, a földeken folyó napi munkát. A szervezett buszos látogatások mellett lehetőség van egyénileg is a rózsaföldek megtekintésére. A szakmai napon pedig bemutatják a rózsanemesítés legújabb irányzatait.
akinek pedig nem lenne elég az igazi virág, az a rendezvény ideje alatt megtekintheti Magyarország első rózsamúzeumát is. A tárlat évszázados múltra visszatekintő tárgyi és írásos emlékeket is bemutat. Szőrek tehát minden év júniusában várja a rózsa szerelmeseit. Akinek van ideje, látogasson el egyszer a településre, ahol ilyenkor még a rendőrök is virággal irányítják a forgalmat. Bejátszásunk előtt a programokról beszélgettünk, folytassuk most tovább ezek felsorolását. A nagy színpadon milyen fellépőkre számíthatnak a kilátogatók? A pénteki napot az előbb már egy picit ecseteltem. A szombati délelőttön Karolina iskolások népdalkörök mutatkoznak be. A déli időszakban cigányzenét hallhatnak a színpadról a közönségei soraiból. A kora délutáni órákban inkább a gyerekprogramok jellemzőek, zenés előadások, bábszínházi, ilyen könnyed kis báb előadások, vásári komédia látható, bevonva természetesen a gyerekeket, és a kora délutáni órákban néptánc csoportokat hívtunk a színpadra. Természetesen a környékbeli települések, Újszent Iván, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, és természetesen Szőreg csoportja bemutatkozik, de jelentkeztek idén Budapestről az Ornika Néptánc Együttes, ők bolgárok, és nagy örömmel jöttek, mert hogy náluk is a rózsa az a fő szempont, hoznak nekünk rózsaolajat, és felvonulnak ők is a felvonulás idején, de érkeznek Erdélyből, Magyar Lapádiból hagyományőrző néptánc együttes, és lesz görög néptánc is a színpadon, az Eleftéra néptánc együttes. És közeledünk ahhoz, hogy a fő vonulat, a 17:30 időpontja elérkezik, és ekkor elindul a Szerb utcáról ez a gyönyörű felvonulás, ami tulajdonképpen a fénypontja a rózsaünnepnek. A Szerb utcán, Magyar utcán végigvonul ez a hatalmas, vidám karneváli forgatag. Ezt követően még egy kicsit a balkáni hangulatba érezzük majd magunkat. Nikriszti trió lép fel, és a Deszki Bánát Szerb Néptánc Együttes műsorába gyönyörködhetünk. És jön az esti koncert időszak. Pál Dénes lesz a vendégünk, és a nagy esti koncertre pedig Szekeres Adrient várjuk, és az ő rajongó közönségüket természetesen. Utcabállal zárunk, az Útközben zenekarral. És vasárnap is folytatódik ezen a színpadon a produkciók sora, mozgásos tánciskolás bemutatók, zenés gyerekműsorok, és egy különleges, szintén második, ahogy az autós felvonulás is volt, tavaly rendeztük meg először az Adrenalin Sportegyesület segítségével a Futórózsa filmmaratont, aminek nagyon nagy sikere volt, úgyhogy idén másodszorra is várjuk a rózsaföldre vágyó, futni szerető embereket. A rózsatermesztőknek miért fontos ez a rendezvény? Hát a rózsat, én is, mint rózsatermelő, nem mint csak elnök vagyok itt, mert több mint 25 éve mi is rózsát termelünk Szőregen. Egyrészt ez hát a legfontosabb, hogy megmutassuk azt, hogy Szőregen az országban szinte 95%-át itt termelik, és hogy ez a rózsa zömébe, azt is lehet mondani, hogy 99% az exportra kerül Nyugat-Európában mindenfele,
És fontos, tehát fontos reklám számunkra. Tehát az a sok nép, aki ide jön ellátogatni és végignézi ezt a karnevált, az viszi a hírünket tovább. Szakmailag mennyit jelent azoknak, akik esetleg még most vágnának bele, vagy már benne vannak, de még bizonytalanok? Hát sajnos azt kell mondjam, hogy ahogy az évek teltek, azt lehetett észrevenni, hogy egyre többen hagyják abba. Tehát kiöregedik az a réteg, aki úgymond ezt a 120 éve, hogy termelték szőregen ezt a rózsát, és nem tudják már folytatni. Talán az ára az, ami itt visszafogja az embereket, hisz ezelőtt 10 évvel is, hogyha azt mondjuk, hogy 100 forinté vásárolták meg a rózsatő tövet, amit két éves munkánk által állítunk elő, az nagyon kevés, és emiatt próbálunk úgymond a régiek, akik nagyobb volumenben termelünk, fönt maradni, mert ebből élünk, és hát erre szántuk rá az életünket, gépesítettünk, berendezkedtünk, de ugyanakkor látjuk, hogy hiányzik a fiatalság, a fiatal lendület, ők új, másképp látnák ezt az egész rózsatermelést, talán ők egy kicsit dinamikusabbak lennének, más szemlélettel, több kiállításon vennének részt, de hát sajnos ez egyre kevesebb. Bízunk benne, hogy akkor most kedvet kapnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és reméljük, hogy minél többen kilátogatnak az ünnepre. Köszönjük szépen a lehetőséget. Thank you.